nem egy hagyományos demokráciában élünk, nem egy hagyományos ö, nyilvánosságban, nem egy egészséges nyilvánosságban élünk. Ö, néha fel kell válni a kesztyűt és harcolni kell. Az online videózás hőskorában még vicces videókkal lett ismert, ma viszont már közeleti témai dokumentumfilmeket készít, például a parkolási maffiáról. Beszélgetni fogunk arról, hogyan érzi magát ebben az országban, illetve hogy hogyan éli meg az őtért támadásokat. A Mosövök legújabb adásának vendége Ás Dániel, a néné négy újságírója. Mielőtt megnéznétek ezt az interjút, iratkozzatok fel a csatornánkra. Egy 2019-es interjútból idéznék, amikor úgy fogalmaztál a laikus YouTube csatornának, hogy... Igen. Hogy a feleségemmel sokszor kellett leülni és megbeszélni, hogy ez a sztori lesz az utolsó, aztán azóta már nem is mondod ezt, mert nem is lenne hihető, hogy akkor Igen. itt vége, mondjuk nem tudom a közeleti témáknak. Hogy ezek a beszélgetések, ezek amiatt voltak, hogy a családi életeteket védjék, mm. vagy valami más megfontolásból? Ezek a, ugye én azzal kezdtem a valódi újságírást, amikor túljutottam ezen a ifjúsági videós korszakon, hogy elkezdtem a saját mikrokörnyezetemben oknyomozásokat végezni Ferencvárosban, és ez nagyon nyomasztó volt, mert nagyon szűk volt a politikai meg a közéleti közeg, tehát ezt, a, ezt, ezt már többször el is mondtam, tehát amikor kiderült, hogy már tulajdonképpen a, az ellen a bölcsi ellen is nyomozok, amiben a, a jakab, a kisebbik fiam jár, és onnan ki kell venni, mert meg fog jelenni a cikk, amiben érintve van a bölcsödéje, amit Rogán Antal felesége avatott föl, és különböző sinnis módszerekkel szerezték meg a, a, a helyiséget, és mindenféle gondok voltak bele. Azért azt most így nem mindenki tudja, de az egy bölcsödébe benyomni az első intézménybe a gyerekedet babaként, és ott hagyni, és utána beilleszkedik az első közösségbe, és abból egy oknyomozó cikk miatt kirántani, és azt mondani, hogy még beszélni se tudsz, már éppen megszeretted ő Éppen el tudtad fogadni, hogy a családodon kívül egy másik közösségbe is kell járnod, és azt mondani, hogy mostantól nem ide fogsz járni, hanem egy újba. Ez az egész családot nagyon megrázta, és a Jakabot meg főleg. De ez csak egy példa arra, hogy mennyire közvetlenül minket érintett az oknyomozás. Tényleg az utcán mellém gurult a nagy fekete terepjáról, és elkezdett buzizni, és hogy el leszek kapva, és ez ott a házunk mellett. Szóval, hogy. És az neked ott milyen érzés volt? Az nem volt ijesztő. A, a, az írtatlan mennyiségű per, meg a rám költött közpénz, az okozott például lelkiismert furdalást. Tehát, hogy tudtam, hogy egy egész ügyvédi iroda, több ügyvédi iroda rám van állítva, és közpénzből folyamatosan, és hogy az egész újság, Hitelét kockáztatom azzal, hogy újra és újra beperelnek, újra, és újra bíróságra járunk ebből, újra, és újabb médiakampányok vannak, az időm, meddig fogom bírni idővel, hogy meddig fogom bírni idegekkel, hogy a bírósági tárgyalásokat. Az, hogy így. Az utcán is megtalálnak, meg szembe jönnek ezek az arcok, tehát, tehát rendszeresen lát, van egy videó, amikor éppen a Plankó Gergővel el megpróbáljuk videósítani az egyik oknyomozó cikket, és, akkor így mutogatom, hogy na jó, ott menjünk oda hozzá, ott jön a kincstárnok, ott jön, ennek, ott jön az a vállalkozó, aki a politikushoz bement és bevitte az acskót, kapjuk el, beszéljünk vele, és akkor mindig jött ez a fenyegető hang, nem, jött ez a... Ö, éreztették, hogy, hogy jobb, hogyha ezt most már abba hagyom. És, és hát akkoriban igen, igazából azért ígértem meg, mert látszott, hogy, a, hogy, hát ez megvisel idegileg. Tehát, hogy ott, hogy mondjam, otthon azt lehetett látni rajtam, hogy, hogy nyomaszt, izgulok, stresszelek ezen az egészen, és előtte hát én kedélyes anyagokat készítettünk, jól világoztunk, meg repháborúztunk, meg ifjúsági tartalmakat gyártottunk, meg a gyerekekkel pestot készítettünk, meg cukrászdába jártunk, hát ezek után a kéményest követni, meg a, meg a helyi parlamenti képviselőben felvenni a kesztyűt, hát az, az nagyon más világ volt. Van most egyébként olyan Ferencvárosi téma, ami, ami, ami valami miatt abból a szempontból a neked tabú, hogy az, ott van valamilyen családi érintettség, hogy a gyerekeknek az iskolája, vagy a, olyan szereplő van benne, aki mondjuk nem tudom, valamelyik gyerekednek az osztálytársának az Igen. apja, és hogy akkor emiatt az egy ilyen kellemetlen lenne, Igen. és akkor inkább azt mondod, hogy azt hanyagolod, vagy vagy csak ajánlod, vagy bármilyen jellegű. Igen. Hát azért már egy ideje nem foglalkozom a Ferencvárosi dolgokat, tehát én akkor is azért már kerületet váltottam, és szépen lassan zuglóval, 12. kerületet, tehát más kerületeknél is megpróbáltam azt végigjárni, amit a 9. kerületben. A 9. kerületben azért azt kell tudni, hogy ez nem az volt, hogy én most akkor foglalkozom a kerületemmel, hanem konkrétan annak a politikai és üzleti vezetése az egy bűnszervezet szerűen működött. Tehát ez egy piramis, ez egyetlen egy szervezet, és ez a szervezet, ez ö, talán valamennyire a négy négy működésének is köszönhetően fel lett számolva. Tehát ez a történet úgy, ahogy a repváború Mr. Basta bukásával és Pajadzsi halálával véget ért, úgy ö, a Ferencvárosi történet Varga József bukásával, Martos Dániel bukásával, Bácskai János bukásával, ö, befejeződött ott. És utána nyilván még én ilyenkor beleragadok, és még van repháború extra, meg van még szerránó, meg annyira mélyen belemegyek egy-egy témába, hogy utána még akár egy évig esnek ki anyagok. De én utána már a parkolási anyaggal már áttértem szépen a többi kerületre, meg úgy általában a budapesti témákra, és a Budapeste kapcsolatos szervezett bűnözés, korrupciós ügyek már sokkal jobban izgatnak az elmúlt években, mint csak a Ferencváros, mert egyszerűen engem azért az fog meg, hogy itt van egy ilyen piramiszerű bűnszervezet, az fogott meg, hogy van egy egy árnyék önkormányzat, ahonnan irányítják, hogy a Bácskai János, aki a Fideszes polgármester, az csak egy báb, és mögötte a Varga József az igazi, de kiderült pont ebben az évben, hogy Varga József valójában Lázár János gázszerelője, és ő onnan kapja a hatalmat. Tehát ez a történet fogott meg. Nyilván az is, hogy szeretnék a mikrokörnyezetemen változtatni, és az egész azzal indult, hogy kimegyek a játszóterekre, és, és, és életveszélyes és undormány állapotokat Láttam, és mi akkoriban a játszótereken éltük az életünket. Ez is egy etikai kérdés egyébként, hogy az újságíró foglalkozhat-e a saját mikrokörnyezetével, vagy az a feladat, hogy mások mikrokörnyezetével foglalkozon. Azt láttam, hogy teljesen esélytelen eredményeket elérni, hogyha nagy képpel foglalkozom. Itt kicsiben még lehetett eredményeket elérni. Na, és most uh, menjünk is tovább egyébként a, a nagyobb kép irányába, és hogy ehhez van egy bejátszónk, amit most megnézünk. A cégeket zűrös, bonyolult, sokszor családi alapon szerveződő hálóba rendezték. Hogy néz ki mindez a napjainkban? Itt látható a Ferencvárosi Parkolási Rendszer hivatalos céghálója. Ezek a cégek elvileg egymástól függetlenek, különböző tevékenységeket végeznek. Az érdekes csak az, hogy közülük soknak pont ugyanott van a székhelye. Ugye az elmúlt években neked három olyan nagyobb anyagot jelent meg, ami, ami hát ilyen dokumentum-filmnek tekintető, mm. vagy nagyobb film, ugye volt a parkolási <laughs> uh, mafiáról, mafiáról szóló, volt ugye a gyilkosok emlékművel, meg volt a valótlanul, és hogy ebben a háromban talán az az, ami közös, hogy, hogy egyik sem egy ilyen ekte, nagyon durván vizuális mm. téma, hogyha úgy mm. elsőre ránéz az ember, vagy átgondolja, mm. hogy ilyenkor, amikor mondjuk ezekbe belemágtál, akkor az mennyire volt benned egy, hát egy kérdés, vagy mennyire, mennyire gondolkodtál azon, hogy ezt, a, ezt, meg, ezt meg lehet egyáltalán jeleníteni mozgóképpen? Úgy, hogy az mondjuk végig is nézze valaki. Ez a legfontosabb kérdés, vagy a legnagyobb dilemma ezekkel, hogy hogy lehet egy bonyolult, komplex gazdasági visszaélést bemutatni vizuálisan, és ez a rész, amit most bejátszottatok ebből a szempontból, nagyon jó, mert hogy egyébként itt is a gyerekekkel együtt forgattunk, tehát megvan a verka, mert hogy kíváncsiak voltak, hogy hogy fogunk először itt drónnal forgatni, és a játszótéren forgattunk, tehát hogy ennyire együtt dolgozik a család. Itt például azon gondolkodtam, hogy, hogy egy céghálónál nincs unalmasabb egy oknyomozó Idegen nevek, idegen székhelyek pont azért találták ki, hogy az egész unalmas legyen és eltakarja a bűncselekményt, az izgalmast, a lopást. Hogy ki, mit, mikor lopott el. A cégháló erre van. Ha elmerülsz a céghálóba, ha elmerülsz különböző teljesen Ö, agyament ö, ö, ismeretlen nevekbe, egy cég nevekbe, strómanokba, akkor az egész unalomba fullad. De azért azt akartam jelezni, hogy van ö, a parkolás fölött, az önkormányzati felad, ö, parkolás fölött, ami egy közfeladat egy teljesen zavaros cégháló. Nem akartam egyenként elmondani, hogy ezt ekkor alapították, ez ezzel kap, ez megszűnt, utána ez átvette meg. Ebben nem akartam eltűnni, de hogy lehet ezt mégiscsak úgy bemutatni, hogy érdekes legyen, és akkor azt mondtam, hogy ne animáció legyen, ne legyen Ne koncentráljuk arra, hogy el akarják olvasni egyenként ezeket a cégneveket, mert senkit nem érdekel, mindenkit az érdekel, hogy én ezzel mit akarok mondani, hogy mivel, mivel akarják a valóságot eltakarni, és mi az, ami alá megyünk mi, és meg mi az, amit mi most lesöprünk erről a történetről, és ezért találtuk ki, hogy a játszótérre Ferencvárosra kimegyek, és Krétával kezdem el rajzolgatni, és akkor felülről egy drón mutatja, hogy ez micsoda álló, mert hát akkor van aktivitás benne, akkor kint vagyunk az utcán, ennek az egésznek a vizualitása arról szólt, hogy én az utcán nyomozok, ez a parkolós dolog, ez ott az utcán zajlik. Én a parkolóőrök, ott árulják a füvet, meg ott is, ott követem őket, meg ott próbálom megnézni, hogy honnan, hova viszik a pénzt. És ez volt az egésznek a, a vizuális magja. De a munka fele körülbelül az volt, hogy hogy lehet vizualizálni egy olyan történetet, ami alapvetően elég unalmasan hangzik parkolási pénzek, önkormányzati mutyik, hát ezeknél nem tudok unalmasabb dolgokat elképzelni. Maga a parkolás is azóta vált egy ilyen izgalmas, maffiaszerű dologgá, hogy, hogy elkezdte a média feltárni ezeket az ügyeket, ugye mögött egy komplex ö, 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 bűnszervezet van. A gyilkosok emlékművénél szintén ez a probléma fennállt, de ott Hát az konkrétan egy szoborról szólt. Tehát egy ennél Igen. statikusabb uh, Igen. kiinduló pontot nehéz lenne elképzelni, hogy van egy szobor, amin vannak feliratok. Amit elképesztően nehéz volt egyébként jól felvenni, hogy hatásosan felvegyük, és ezt nagyon sokszor mentünk ki, hogy kitaláljuk, hogy hogy lehet bemutatni azt, hogy a nyilasház mennyire a nyilasház közelében épült, és ezt hogy lehet érzékeltetni, meg ennek a szobornak a brutalitását. A, meg hogy azt nagyon sokszor, hogy hogy, hogy hogy tudjuk bemutatni, nem jó szó az epicentruma, de hogy valahogy ennek a, a tömeggyilkosságok közepén áll ez a szobor. Ö, onna a, talán ebből meg lehet érteni. Én, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor találtam egy filmhíradót, ez körülbelül egy perces filmhíradó, ahol a Maros utcai tömeggyilkossághoz, aminek most lesz egyébként holnap után a 80. évfordulója, a tömeggyilkossághoz kiment az akkori filmhíradó, és kivitték a tetteseket a színhelyre, és kiásták a szemük láttára az általuk legyilkolt zsidókat, magyar állampolgárokat, zsidónak minősített magyar állampolgárokat. És ez egy olyan drámai felvétel volt az az egy perc, ahol szembesítve vannak a holokauszt elkövetői az áldozatokkal, ez egy olyan ritka pillanat volt. A magyar holokauszt és, és a nemzetközi holokauszt, úgy, ahogy van a holokauszt, arról szól, hogy, a, hogy, a, hogy az áldozatok tűnjenek el, hogy füstbe menjenek, hogy a Dunába legyenek lőve, hogy nyoma se legyen, hogy ezt az egészet ele, le lehessen tagadni. És hát erről az, azóta is létezik egy olyan vita, hogy ez egyáltalán megtörténte És úgy éreztem, hogy abban az egy percben ott a bizonyíték a holokauszt. Ez egy olyan nagyon ritka pillanat, amikor szembesítve vannak az elkövetők a a tettükkel, és azok az arcokat, hogyha né, amikor néztem, nagyon mély hatást gyakorolt rám, és azt gondoltam, hogy erre az egy percre, lehet, hogy kevesebb, mint egy perc, fel lehet húzni egy egész dokumentum, mert ez olyan erős vizuálisan, hogy tulajdonképpen csak köré kell rakni még 50 percet, vagy nem tudom mennyit. <laughs> mi sem egyszerűbb. Én mi sem, de tényleg, és ez már csak a kontextus, és ott van az egy percben minden, ami lényeg, és akkor, akkor elhittem, de azért még sokáig nyilván az volt, hogy majd én szerepelni fogok benne, mert ugye a nyilas korszak arról is szól, hogy le, hogy, hogy, hogy sem hogy tilos volt a utcai fényképezés, hogy nincsenek dokumentumok. A nyilas dokumentumokat a következő rendszer, a rákosi rendszer is eltüntette, hiszen ezekre számítottak, hiszen a, a, a nyilas párt egy proletár párt volt, a, annak a tagságára nagyon is építettek, a belépési papírok vidéken teljesen eltűntek. <kül> nincsen dokumentáció, tehát itt nincs jadva sem múzeum, egyenként kell a képeket különböző helyről, magángyűjteményekről, fortepáról, a Nemzeti Múzeum ládájából ő, kikérni az állambiztonsági levéltárban nagyon nehezen egy-egy kép, tehát minden egyes morzsát egyenként kellett összerakni, úgy volt, hogy még szerepelnem kell benne, mert valahogy ki kell tölteni ezt az anyagot egyszerűen, nem tudjuk más, hogy elmesélni ezt a történetetek körül, a szobor körül, mint hogy én megyek, és, és én leszek a mesélő megint, mint a parkolósba, és de nagyon örültem, hogy végül sikerült annyi anyagot összeszedni, hogy körül, körbe lehetett bástyázni ezt az egy percet. De akkor ezt mondjuk, hogyha most ezt a kettőt veszik a parkolósat, meg a, meg a emlékművét, hogy a, hogy a parkolósnál az egy, az egy, hát nem, egy ilyen szükségszerűségből fakadó jelenlét, Igen. tehát hogy azért vagy benne, meg abban azért elég sokat szerepelsz, meg különböző Igen. helyzetekben látunk, mert effektíven nincs más, amivel mondjuk ki lehetne tölteni az időt. Nem. Vagy egy hitelesítő e... funkciója is van annak, hogy egy ott van a riporter, aki utána megy, aki nyomoz, aki megkérdez. Azt hiszem, hogy ott sokkal fontosabb volt, hogy én, mint mesélő, mint nyomozó benne legyek. Tehát ez egy kalambó történet. Itt van valaki, aki járja az utcákat, és próbálja kinyomozni, hogy hová lesz a parkolási pénz, ami írdatlan sok milliárd, és mégis ez egész szublimál. És akkoriban egyébként nagyon érdekes, talán a, a Magyarósi Csaba vlogja megvan mindenkinek, ő, ő például ezt a dinamikus vlogot, napi vlogot gyártotta. És ez egy létező műfaj volt a, a Youtube-on, hogy ide-oda megyek, és közben videózgatok. Tehát elmegyek egy cukrázdába, elmegyek egy múzeumba, talán elmegyek a gyerekért, stb. És, és akkor napi vlogokat készítettek, és ezeket úgy hívták, hogy dinamikus vlog. És hogy milyen érdekes lenne, azt gondoltam, az oknyomozást, ami egy ilyen, nagyon száraz, nagyon. Ö, ö, hát sokszor steril műfajnak számít, de a steril az talán nem jó, de ez a leg, legkevésbé szubjektív műfaj. Ennek kell a legobjektívebbnek lenni egy ilyen tényfeltáró. A legsubjektívebbel ugye a vlog, ami blog, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy a naplód, ami azt jelenti, hogy a lehető legszubjektívebb műfaj, hogy lehet ötvözni, és hogy hiteles tud-e maradni, úgyis, hogy ezt a, ezt a kettőt, ezt a, a nagyon a tartalmat és a formátumot, amik ilyen opponálják egymást, ezt vegyíteni lehet -e. Tehát a kísérlet pont arról szólt, meg hát volt az, amit te is mondasz, hogy hogy lehet egy gazdasági bűncselekményt bemutatni, és akkor ezt találtam ki rá, hogy ez egy dinamikus vlog lesz, és úgy lesz szoknyomozás, aztán vagy működik, vagy nem. Ugye az elmúlt évek 4, -4, 4 es videóinak az egyik meghatározó vonulata a Magyar aminek ugye hát ennek a sorozatnak a egyik nagy elemeként jelent meg a Valótlanul című filmetek. Igen. És ugye a magyar rejtel, amikor elindult 2021-ben, akkor ugye az heti gyártásban készült, Igen. és hát hétről hétre százezrekhez jutottatok el. Látszott, hogy nagyon népszerű, szeretik a közönségetek is imádja. Miért maradt abban? Hát egy, hogy ebből a szempontból nem maradt abban, mert most jelent meg a Valótlanul, ami a, amit a magyar ilyet is tehát a plankógergő Gergő, Kis Bence, Botos Tamás, és én készítettünk, és ez hónapokig tartott ennek az elkészítése, sőt, hát ezt februárban, 2020. februárjában kezdtem el, kezdtük el, és utána novemberben jelent meg, nem tudom, tíz hónapon át, különböző szakaszokban persze, mert közben mást is kellett készíteni. Tehát ezt, ezen dolgoztunk, ez az egyik válaszom. A másik, hogy ez azért alapvetően a Plankó Gergő formátuma és ötlete volt a Magyar Yeti. Én éppen befejeztem a gyilkosok emlékművét, és, Szobaja, és a Gergő meg a Botos Tamással, meg a Kisbencéves stúdiót, amire a nézőink összedobták a pénzt. És akkor nyilvánvaló volt, hogy ezzel valamit kezdeni kell, de én azt gondoltam, hogy ezt a Gergő fogja megtölteni ezt a stúdiót egyedül, és akkor a Gergő megkért, hogy nem ugranék -e be. De hát én ezt a napok közéleti, ebben én nem voltam túl gyakorlott, ez egy ilyen félig publikáció, tehát van egy ilyen vélemény, erősen véleményes hangulata, egy ilyen politikai elemzés, alapvetően politikai aktualitással foglalkozik. Én azt gondoltam, hogy ezt nagyon sokan csinálják jól, és ebbe a versenybe, hogy az éppen aktuális, éppen a fontos, forró dolgokról valami újat, valami új megközelítést mondani, tipikusan nem véletlenül nyúltam olyan témákhoz, aki mihez senkinek eszébe nem jutott, mert tudtam, hogy abban nem leszek versenyben. Nem tudom, hogy azt, azt, így elkészítem, és nem olyan, hogy nekem azon a héten valami erősebbet kell mondanom, mint a Szabad Európa, a Telex, a HVG, a 24.hu, és akkor még sorolhatnám. Na, a Geri a Magyar Yetivel viszont ebbe a versenybe szállt be, tehát mi ö, nem csak Rogán taró, hanem tényleg a Fudán Egyetem az éppen egy aktuális, de a diáktüntetések az egy aktuális, és ezekre a, a, a választások az annyira aktuális volt, hogy elkezdtük a választás napján, és reggelre kész volt a, a, a Magyar Jeti. De nagyon sokkal jöttem a Gerinek, ő már nagyon sokszor állt a én munkáim mögött, mellett ő sokszor áldozta be magát, úgyhogy ő nem kapott abból a sikerből, amiben részt vett, mondjuk egy gyilkosok emlékművénél, mondjuk egy Ferencvárosi sorozatnál, amikor szerkesztőként ott volt. Nem egyedül, mert a Mészára Zsófi is ott volt, de... de hogy mondtam, hogy nincs kedvem, mert félek ettől a műfajtól, de beugrom. De ezt úgy határoztuk meg, hogy a választások íg fog tartani ez, a, ez, az időszak, és utána újra beszéljük, újra tárgyaljuk ezt a dolgot. Túlhúztuk, tehát a választások után még jó pár rész kijött, talán mondhatjuk, hogy egy évad kijött, lehet, hogy még tíz epizód is kijött a választás után, nem tudom pontosan. És utána én javasoltam, hogy kezdjünk egy nagyba, mert egyszerűen ez a heti dolog mellett az én saját témáimra nincs idő, és mi lenne, ha egy ilyen nagyobb lélegzetvételű formátummal, mint a valótlanul megpróbálkoznánk mert azt úgy érzem, hogy időtállóbb, mint a heti ő, politikai eseményeknek az elemzése. Egyelőre és az elkészült, és van tervben olyan, hogy akkor ezt még folytatjátok, egy következő nagyobb, vagy valamilyen rendszerességgel visszatér ez a formátum, ugye azért is kérdezem, mert, a, mert ugye azért az látszik mondjuk a komment folyamokban, hogy azért ezt szerették, és várják, Aha. vagy várták a nézőitek. A magyar néző nagyon konzervatív, és hogyha valamit valami új jön arra tüzet okád, ha egy új arcot kell megismerni a kamera előtt, azt cécedi, Viszont, hogyha már megszokott és megszeretett valamit, amitől nem tud szabadulni. Se a heti hetestől, pedig rég kellett volna, se a szomszédoktól, se a respektháztól, nem nem, mintha kellett volna a szabadulni, de az a lényege, hogy nagyon konzervatív, elképesztően konzervatív, és nagyon kevésén nyitott az új formátumokra a magyar néző és az új arcokra, nem véletlenül, hogy a médiában hatatlan egy Tilla vagy egy Majka, és őt cserélgeti a két kereskedelmi televízió, hát nem mondhatnák, hogy havonta, de hát egy Vitrai Tamás, egy Friderikus Sándor, tehát vannak ezek a arcok, amik szinte lecserélhetetlennek tűnnek a magyar médiában, és ez valamennyire kicsiben az onlineban is így van. Ettől még mi, vagy én azt gondolom, hogy ennek a rabságában nem kell senyvednünk, és én például készíthetek olyan filmeket, amik amiben nem szerepelek, mint a gyilkosok emlékműve, amik nagyobb lélegzetvételőek, és kísérletezhetek új formátumokkal nem szabad ennek a nyomásnak eleget tenni szerintem, csak azért folytatni, mert imádják, csak azért, mert szeretik, ez, ebbe van egy ilyen megszokás én még kísérletezgetni szeretnék, kiszeretnék próbálni új témákat, és azt gondolom, hogy ez tart engem frissen, hogy a különböző mifajok és nyelvek között ugrálok, néha mozgókép, néha írás, néha történelem, néha tényfeltárás, néha kultúra, néha ifjúsági kultúra, és a kiégés ellen is így védekezem. Ugye mondtad azt egy két választal ezelőtt, hogy sokkal jöttél a Plankó és pont arról akarlak kérdezni, hogy hogy mondjuk egy szerkesztőségnek a, a munkája, meg a belső dinamikája az, az természetszerűleg asszimetrikus. Tehát nem tudja mindenki ugyanolyan mennyiségben ugyanazt csinálni, mondjuk jó esetben mindenki azt csinálja, amiben a legjobb, meg amihez a, a legtöbb kedvet érez magában. Uh, és hogy nyilván ebben vannak mondjuk kiemelt, vagy privilegizált a uh, szerepek, és mondjuk kívülről nézve a tiédet, mondjuk a néni négyen belül, azért az látszik, hogy talán a legke, legkevesebb, legkevésbé veszel részt mondjuk a napi munkában, tehát egy ilyen nagyon-nagyon kiemelt a uh, státuszban, vagy mondjuk a, akár abban a szerkesztőségben gen belül, hogy ezt, uh, ezt a hogyan dolgozott fel magadban? Mennyire foglalkozol egyáltalán ezzel a helyzettel, vagy azzal a szerepkörrel, amiben te vagy? Sokat foglalkozom vele, Ö... Gondolkozom ennek az igazságosságán is, meg, meg azon, hogy rajtam mit változtat, meg a közösségem belüli szerepemen szoktam gondolkodni. Én azt gondolom, hogy, hogy a 4.4. en belül elég nagy a mobilitás, és, erre a, és ennek a lehetősége. Én azt látom, hogy mindenki, akinek vannak nagyobb tervei, bármikor is ugrott be a 444-be, tehát akár egy éve jött, és van egy nagyobb filmterve, azt elkészítheti. Ha szeretne könyvet írni, elkészítheti, e ha szeretne bookkazint készíteni, elkészítheti, ha podcastodást, akkor elkészítheti, és nem nincs privilegizálva, hogy ezt a Dani, meg ezt a Gergő, meg ezt akkor a TBG, meg ezt a Bede, hanem mindenki azonnal elindíthatja a nagyobb formátumát, és akinek van ö, ö, ambíciója, hogy ö, kipróbálja magát, hogy az önkifejezésbe valami ö, másba belefogjon, ezt a lehetőséget mindenki szerintem a néninélnél megkaphatja. Ettől függetlenül nyilván privilegizált helyzetbe vagyok, de azért. Ö, ö, azt a nyomást, ami az emberem van akkor, amikor belekezd egy nagyobb anyagba, és mondjuk 8 hónapot eltölt vele, hogy utána azt fogják -e mondani a főnökei meg a kollégái, hogy megérte ez a 8 hónap, hogy, hogy ez siker lesz-e, hogy behozza-e a befektetett munkát, azt nekem kell beígérnem, én adom hozzá a kreditet, és ez nem kevésbé nagy nyomás rajtam, amikor egy parkolós videónál beígérem, hogy ki fogom nyomozni, hogy hova tűnnek a pénzek. És nagyon sokszor egyébként én magam gyűjt, vagy nem sokszor, de többször előfordult, hogy én magam gyűjtöm össze hozzá a pénzt. Tehát például a parkolós videónál az volt, hogy akkor készíthetem el, hogyha ennyi pénzt összegyűjtünk. Ugye a Magyar Jeti Stúdiónál össze kell gyűjtenünk a stúdióra külön pénzt. Szóval azt akarom mondani, hogy nem kisebb nyomás ö, sokszor egy ilyen nagy projektet bevállalni, és azt, azt mondani, hogy ez lesz a négy abban az évben az egyik nagy sikeres projektje, és én ezt oda jön hozzám az új Péter vagy a Kardos Gábor, akkor megígérem, hogy ez jó lesz. És tudom, hogy el vagyok tűnve, és tudom, hogy most ez úgy tűnik, hogy, hogy én nem vagyok jelen a négy négye, nem tudom mióta, de ez meg fogja érni, ez azért sokámatlan éjszakát okoz. Szóval, mm és akkor és ez, csak egy oldala, nyilván a, a, nyilvánosság, a magyar nyilvánosság szerkezetében azok a támadások, aki, ami azokat éri, akik a frontvonalban vannak, de hát azok, akiknek nem kell oda menniük a parlamentbe, ez pontosan tud Rogán Antalhoz és Szijjártó Péterhez, és őt kérdezni, hanem bent lehet ülni és newsroomozni, az néha privilégizáltabbnak tűnik, mint ott állni szemtől szembe Rogán Antallal. Nem Rogán Antalha, de egy másik közeleti szereplővel fogunk tovább menni. Erről nézzük most meg egy bejátszót. Nem mondott, hogy nem fogsz interjút adni. Na csak ki röviden, Néktek? hogy lehet kiválasztva. Miért adnék nektek interjút? Még mindig egy véleményvezér vagyok, akit megkértek a Bicskei polgármester azt, hogy egy nagyon kedves hölgy, megkért, hogy jöjjek el ide, és én mondtam egy beszélet. Ez történt. Ez izgalom neked, vagy, vagy, vagy ez? Hát érdekes, de mégis a Bicskei is biztos vannak köztiszteletben álló polgárok, És én nem vagyok Most én itt vagyok Bicskei, nem vagyok köztiszteletben álló polgár jelenleg. Hát ezt azért kérdezem tőled, hogy szerinted az vagyok? Milyen volt most ezt mondjuk megnézni? Hát, nyomasztó, nyomasztó. Ezek ö, azért nem annyira az újságírásról szólnak, ezek a párbajok. Ö, és ehhez kell idegrendszer, én azért egy. Ö, hát, szorongós típus vagyok, meg izgulós típus vagyok, szóval ö, ehhez kell nyilván önbizalom, ez egy ilyen sokkal inkább egy skanderozás mint újságírás, de fontos ez is. Tehát nem egy hagyományos demokráciában élünk, nem egy hagyományos nyilvánosságban, nem egy egészséges nyilvánosságban élünk. Néha fel kell válni a kesztyűt, és harcolni kell az ilyenkor egyébként okoz benned valamilyen nehéz érzést, hogy itt vagy 17 év tapasztalatával, rengeteg ö, nem tudom, nagyobb filmel a hátad mögött, és hogy akkor oda mész mondjuk egy mikrofonnal egy megafon influencerhez ö, arról kérdezgetni, hogy mit csinál egy bicskei ünnepségem. Hát, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy egy szinten vagyunk-e, vagy hogy feladatom-e valakinek, akinek tulajdonképpen alapvetően az a feladat, hogy szétrombolja a magyar nyilvánosságot, és hogy az a feladata, hogy ne tájékoztasson, hanem félre tájékoztasson. Amikor, ez nem kell állandóan, de szerintem egészséges mértékben igenis ezzel a jelenséggel foglalkozni kell, mert ennek a rendszernek Bohár Dániel a lényege. Egy, egy nagyon fontos lényege. És amikor eljutunk odáig, hogy az 56-os beszédet Bohár Dániel mondja el egy városban, és a, nem a polgármester akkor látszik, hogy milyen fontos szerepe van, milyen fontos közéleti és szimbolikus szerepe is van. Ö, tehát ők már nem csak internetes trollok, hanem ennek a rendszernek központi figurája egyébként Bohár Dániel az, aki most már a legfontosabb eseményeken a konferencié, tehát egy ő, ő kérdezheti Orbán Viktort a tranziton. Szerintem fontos szereplője ennek a rendszernek. É, nyilván egy votta ember. Nyilván arra van kitalálva, hogy, hogy ezeket a közéleti csatákat, iszabbirkózásokat ő vívja meg, és ne roncsolódjanak mindeközben a politikusok. Hogy ne jussunk hozzá, egy falat képeznek tulajdonképpen a, po, a, a politika, a valódi döntéshozók, azok, akiknek felelősséget kell vállalni, azok, akiknek ezekre a kérdésekre valóban választ kéne, vál, válasz kéne adni, ők állnak a helyükbe, és ők vívják meg a közéleti Tehát pont az nyilván az a feladatuk, hogy minket eltereljenek. De nagyon érdekes, hogy ahogy maguk a, ezek a közéleti személyiségek is tulajdonképpen votta emberé váltak, és elkezdtek, megafonos influencerként viselkedni. Tehát Szijjártó Péter már legalább annyira influencer, mint töndéshozó politikus. És Bohár Dániel meg egyre inkább politikus, és nem annyira influencer, és már ő mondja a polgármester helyett a beszédet. Nem tudom, hogy ez így érthető. Igen, volt igen. A... Csak amiért is kérdezem, mert ugye beszéltél arról egy korábbi interjúban, hogy azért, amikor van egy ilyen helyzet, és oda még egy politikushoz, mikrofonnal, kamerával, és mondjuk nem válaszol, akkor abban van egy megalázó, mm. meg egy megalázottság érzés, ami nyilván kölcsönös ismer, mm. hogy azt nem tudjuk, hogy ő mit érez mondjuk egy ilyen mm. helyzetben, de hogy hogy mondjuk az, amikor mondjuk a bohár Dánielhez mész Igen. oda, és akkor elsétál, és azt mondja, hogy miért adnék Igen. nektek interjút, azt olyankor hogyan teszed el magadban? Figyelj, ennél több is volt, az, nem vágtunk nem be minden részt, de ő neki például van egy ilyen taktikája, amit azzal kezdi, hogy miért remegsz? Mi, mi, miért remeg a szemed? Izgulsz? Van valami baj? Mi van, Dani? Ne izguljál, nyugodj meg. Remeg a lábad. Alig jutsz izzadsz. És ezzel kezdte az egészet. És hát az ember rögtön elkezdi magát vizsgálni, a vérnyomását, próbál nem ficánkolni, rögtön egy ilyen reflexív kontroll helyzetbe van, ahol, ahol defenzív, pedig neki kéne kérdeznie. Tehát ez a pszichológiai hadviselés, nem áll meg, hogy ő nem ad nekem választ, hanem ő, ő konkrétan a maga jól kitalált kommunikációs módszereivel próbál engem sarokba szorítani és nem sikertelenül, szarul éreztem magam, hogyha erre vagy kíváncsi, de úgy gondoltam, hogy, hogy ezt is meg kell tudnom csinálni, és nem érezhetik egy percig sem, hogy attól még, hogy mögöttük van a hatalom, én félek tőlük. És ez nekem fontos, ez az érzés magammal szemben, miközben van nyilván ennek a helyzetnek egy ilyen kellemetlensége is. Azokkal, akik mondjuk ma a Fidesz médiában dolgoznak, neked van bármilyen, nek ami élő, tehát hogy nem. néha megáltó beszélgettek, ha találkoztak egy eseményen, akkor, akkor azért egy kamerán kívül lehet váltani, néhány értem ezt volt. Ilyet nem, tehát nem nagyon, nem. Tehát, hogy vannak, akikkel valamilyen szintű kapcsolatban állok, ami újságíró szempontból fontos tehát euh, tudok információt szerezni, meg kérdéseket feltenni, de ezek euh, nem váltanak át, nem váltottak át nálam bracsizós hangulatúba, hanem ugyanúgy az átkozódást is megkapom azoktól, akikkel kapcsolatban állok SMS-ben, és benne van, hogy ellenetek fogok dolgozni, és ki foglak készíteni titeket, és elküldi ezért a cikkért. Utána meg ettől függetlenül meg tudom kérdezni, hogy tudunk-e, össze tud-e hozni valakivel, Dukász Magorral mondjuk, és tudok-e vele készíteni egy interjút. Tehát nem veszem magamra ezeket a szitkozódásokat, de nincs az a közhely, ami a 90-es években volt, hogy hát a színfalak mögött ezek meg összecsapnak és egy út fröccsöznek, mint a SDS és a Tordjá József és Kunce Gábor, többi a parlamenti folyosókon nincs. Igen, nekem azért az az emlékem, hogy még a 2010-es évek elején is az volt, hogy volt egy sajtótájékoztató vagy valamilyen esemény, akkor mondjuk azért ott egy újságíró mondjuk Index-től, Origo-tól, nem tudom, HVG-től azért lehet lehetett váltani néhány szót mondjuk nem a magyar hírlapos emberrel. Tehát nem volt ilyen szintű háborús hangulat, hogy az mennyire állja meg a helyét Nem tudom, én akkor léptem már bele ebbe a közéleti újságírásba, amikor már, amikor már nagyon brutális volt a, helyzet, akkor, amikor már a média háború elharapódzott, és, és hát, szóval, Nincs kérdés sem a fele, hogy ha Hút lehetősége lenne, akkor családostuk belelőne a Dunába. Nem tudok vele bracizni és nem tudom. De ez gondolod, ez gondolod róla, hogy ő azért ezt, ezt megtenné? Hát túlzás, de de a gyűlölet az mondjuk ö, 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 ilyen szintű, igen. Ö, azt érzem. Szerintem ez a... Tehát mi? A hazárulónak tartanak egy hazárulóval? Mit, mit, mit kezdem el? Tehát egy hazáruló az, az mit érdemel. Már pedig ők minket, téged, engem hazárulónak tartanak. Egy külföldi ügynöknek. Ezeket ki is mondják. Ha ők ezeket komolyan gondolják, akkor, akkor igen. Hát itt az mindig egy érdekes kérdés, hogy, hogy azok a szereplők, akiknek az a szerep van kiosztva, vagy az a feladatuk, hogy ilyeneket mondjanak, mennyire azonosulnak azzal, amit egyébként elvárnak tőlük a főnökeik, hogy most ezt mondani kell, de hogy egyébként meg Szerintem ne, ne, legyenek illúzióink. Ezek, ők sem úgy élnek, hogy, hogy bementem a stúdióba, de jót hazudtam, hanem meggyőzik magukat ennek a, az igazságáról szerintem hisznek abban, hogy mi soros média vagyunk. Soros Györgytől kapjuk a megbízásainkat. Szerintem Orbán Viktor is nem csak a környezetével, hanem saját magával is el tudja hitetni, hogy ő hogy a CIA mozgatja a Telexet, vagy a 444-et, hogy, 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 konkrétan ellenünk dolgozunk, és megbízásokat teljesítünk pénzért. Szerintem ezt nem elhiszik. Te a támadásokat hogyan dolgozott fel? Ugye azért is kérdezem, mert ugye te is mondtad, a, vagy beszéltünk a frontvonalról, hogy te azért látszol, ott vagy, és egy visszatérő szereplője vagy a, különböző megafon és egyéb lejárató videóknak beled illusztrálják a talán, független médiát, mm. hogy ezeket a hogyan dolgozott fel, ezek teljesen leperegnek, vagy okoznak azért valamilyen nehéz érzést? Nem peregnek le, nem. Tehát én, engem nyilván különböző mértékben, meg különböző, tehát az, hogy most a Origón 25 szörre a Herbálos videóból egy képkockával illusztrálják a 444-es cikkeket, ez már nyilván nem visel meg, de vannak. Vannak támadások, amik hát a legutóbbi tud Mondjam például egy csatát pont a srácokkal szemben elveszítettem, amikor bepereltem őket, mert azt mondták, hogy korrupt vagyok, és rám írták ki a Ferencvárosi média pályázatát, és el se indultam a pályázaton, és a pert mégis elveszítettem. Megviselt az a cikk, ami arról szólt, hogy én egy politikus engem lefizetett, meg volt konkrétan mondva, hogy mivel fizettek le, miért fizettek le, és, és, nem, hogy én nem voltam megkérdezve, hanem a valóságnak egy morzsája sem szerepelt abban a cikkben, és ez máig olvasható az interneten rólam, hogy korrupt vagyok. És... Tehát az, amikor az integritásomat, amikor a hitelemet próbálják elvenni, az igenis felbosszant, de szerintem az, aki azt mondja, hogy minden lepereg róla, minden támadás, abban nincs is elég drive, hogy küzdjön. Tehát nekem, amikor szétpereltek a Ferencvárosi anyagok miatt, és folyton bíróságra kellett járnom, akkor, akkor, mindig mikrofonnal, meg kamerával mentünk a bíróságra már. És azt mondtam, hogy felveszem a, annyira, meg, hogy bebizonyítom, hogy ti milyenek vagytok, és számotokra is kényelmetlenné, teszem ezeket a bírósági tárgyalásokat, és aki épp oda jön, meg aki épp ügyvéd odajön, azt fogom kérdezni, és tovább fogom folytatni, hogy feltárjam a Ferencvárosi ügyeket, és hogyha ti bepereltek, akkor majd a bírósági folyosón kell számot adnotok. És egyébként ez hatott is, mert elkezdtek nem beperelni, meg nem eljönni a bírósági tárgyalásokra, de hát tanuk nekik is kellettek, minden tanulnál felkészültem, hogy ő éppen miért érintett. De ez, hogy úgy mondjam, a támadások adnak egy kis muníciót is, fel is paprikáznak, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Tehát van haszna ennek a küzdelemnek, mert bennem, a, én nem felejtem el ezeket a sérelmeket, én magamba ezeket, és ezekből építkezem. 2023 egy turbulens év volt mind a kettőnk szerkesztőségének az életében. Ugye voltak nagy változások, elmentek emberek, fontos emberek is, hogy, hogy mondjuk az, ami nálatok történt, azt ahogyan dolgoztat fel? Sehogy. Nem dolgoztam föl. <laughs> Azt kell tudni, hogy azért ez a világ, ami egy kicsit mind a kettünk világa, ez az indexből kinőtt világ. A telex is, meg a négy is, azért ez egy nagyon szűrűes szűt közösség, ahol a baráti kapcsolatok, akár a párkapcsolatok, akár a ő, nagyon szoros munkakapcsolatok szövik át. Így aztán az, hogy tőlünk elmentek olyan emberek, akikkel akár évtizedes munkakapcsolatban voltam. Meg baráti kapcsolatban ez borzalmasan megvisel, nyilván a belső konfliktusok is nagyon megviselnek engem. Az, hogy ebben én hogy tudok helytállni, az is nagyon nagy, de hát egy ilyen munkahely, főleg egy tíz éves munkahely, főleg egy ilyen, ilyen típusú munkahely, mint a miénk, ami nagy nyomás alatt van folyamatosan, mindenféle szempontból nagy nyomás alatt van, és nem csak a politikára értem. Ez, 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 kitermel konfliktusokat, meg kitermel fájdalmakat. Szóval... Mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy nem csak a politikai nyomás nagy, mondjuk egy ilyen szerkesztőséggel, hanem mi más? Hát az, az hogy, hogy Nekem, hát sorolhatnám, tehát az, hogy milyen elképesztően egészségtelen és igazságtalan a média szerkezete. Hosszan tudnék arról beszélni, hogy a Facebook, hogy tekergeti az algoritmusunkat, és hogy, hogy vagyunk kiszolgáltatva a Google-től, a Twitteren át, a, 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 a YouTube-on keresztül a Facebookig mindennek, és hogy milyen tehetetlenek vagyunk ezekkel kapcsolatban, hogy milyen kevés az új tehetség, hogy el hogy eltűnt a humor ebből a műfajból, amire az index alapult, hogy, hogy mennyi mindenben kéne korrektül tájékoztatni, és mennyire kevesek az eszközeink és a lehetőségeink, hogy gázából hiteles információkat hozzunk, és ez frusztrál, hogy, hogy hogy van a telex és versenyben vagyunk, amiről már beszéltem neked, és úgy csinálunk, mintha egy egészséges piaci verseny lenne, és egymással versenyzünk, miközben a piac többi szereplője röhög rajtunk, mert hogy ők megkapják az állami pénzből amennyit akarnak, amennyire szükségük van, és egyáltalán nincs szükségük erre beszállni ebbe a versenybe, ami de mi meg széthajszoljuk magunkat, meg megpróbáljuk egymástól a legjobb embereket megszerezni. Sorolhatnám még a különböző frusztráló tényezőket, de hát mi egy kis szerkesztőség vagyunk, ráadásul úgy próbálunk láthatóak lenni ezen a médiapiacon, ami nem is piac. Ugye ebben az időszakban, ami, ami a házon belüli konfliktus jellemezte, az benned felmerült, hogy, hogy elmenj? Vagy válts, vagy valamilyen szinten. Nem igazán. Tehát, hogy én eléggé lojális típus vagyok. Én magaménak érzem a 444 történetét. Úgy érzem, hogy tartozom is a 444 olvasóinak, hogy oda gyártsak anyagot, meg nézőinek, ők előfizettek, és várnak tőlem történeteket, elemzéseket, meg a világról, meg ö, ö, tehát felelősséggel tartozom azoknak, akikkel ezt együtt elkezdtük, meg felelősséggel tartozom a, az olvasóknak is, meg a, akik ö, a bizalmukat ebbe fektették. Ö, szóval ö, nehézségek szerintem bárhol lennének, ahol vagyok, és egyébként itt nyafoghatok, de nem biztos, hogy ö, ö, hogy, hogy Egy akkumulátorgyárban, vagy a spárban a pénztárosként, vagy az ügynökségi világban megkötött alkukkal, én boldogabb lennék, sőt, azt gondolom, hogy én itt vagyok a legszabadabb, itt vagyok a ö, ö, itt kapom meg a legtöbb figyelmet, itt vagyok a helyemen. A saját lebreállás, az valamilyen szinten ö, eszedbe szokott megjutni? Ugye volt egy interjú 2019-ben, ahol úgy fogalmaztál, hogy az felfel szokott berülni benned. Igen. igen. Ö, hát igen, tő, azt szerintem a Partizán példája, ez mindenkinek nagyon inspiráló. A Marci az mégiscsak, a Gulyás Márton csak úgy kezdte hogy egy ilyen kis magyar jetiszerű vlogot indított, és most már egy egész birodalma van. Tehát az inspiráló, hogy hogy akár ne, ö, ö, egy nagyobb ö, vállalkozó nélkül is bele lehet fogni egy, egy média projektbe, csak én, nem, azért nem vagyok a négy, 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 senkinek a főnöke meg semmilyen be, ö, vezetőbeosztásba nem kerültem ez alatt a tíz év alatt, mert én alapvetően alkotni szeretek, és nem intézményt létrehozni, meg intézményt vezetni, meg embereket irányítani. Persze én irányítok embereket, mert egy jóló világnál egy csomó embert kell irányítani, de akkor a közös ügy az egy tartalom, egy konkrét, és azt, annak ahhoz azt hiszem értek, hogy egy hosszabb struktúrát hogy kell felépíteni, ahhoz milyen elemek és milyen emberek kellenek. Téged a nyilvánosság elsősorban újságíróként ismer, viszont előtte a reklámszakmában dolgoztál, aztán mondod, hogy miket csináltál ott? Kis túlzás a reklámszakma, tehát az ügynökségi világban voltam elég fiatalon, már az egyetem mi évek alatt, és volt egy média ügynökség, amit akkor valamennyire rám húztak föl, és elkezdtem cégeknek videókat gyártani, de ezt azért még nem hívnám reklámnak, és lett egy saját cégem, minden kiváltam, lettek saját nagy vállalati ügyfeleim, és ennek a folyamatnak a végén már eljutottunk odáig, hogy például Viagra reklámot készíthettem, ami nem explicit Viagra, mert gyógyszert nem lehet reklámozni, hanem ilyen, hogy mondjuk, potenciál növelőkkel kapcsolatos, ismeretterjesztő reklámfilm volt, Pár tévés reklámot már éppen készítettem, amikor jött a, az index. Tehát a cégünk éppen kezdett e, így prosperálni, uh -huh. meg e, anyagilag addig is prosperált, szóval inkább volt az index ebből a szempontból anyagi visszalépés. E, de nagy nagyvállalatok, e, Tetrapak, uh -huh. Michelin, Nokia és ilyeneknek dolgoztunk. És akkor ez, ez mennyire volt egy ilyen, nem tudom, nehéz döntés mondjuk a részedről, hogy, hogy elkezdj el a médiában dolgozni, vagy pont egy olyan cégnél maradj, ami is sajátod is, prosperális lehet benne a szempontból. Nem született ilyen döntés, hanem mondták, hogy menjek az indexhez, és ott, ott, ott megpróbálják kitalálni az internetes televíziózást, és ebben nem akarok-e részt venni, és én azt gondoltam, hogy lesz egy cégem, és hát mellette valami olyat is csinálok, amit, amit élvezek, és ami izgalmas. Mert uh -huh. hát, a, ahogy így szoktam mondani, azért a teljes dobozok videózása egy idő után um, kiégeti az embert, és, és, és nem is villanyozza annyira föl. És azt gondoltam, hogy ezeket párhuzamosan lehet majd csinálni, és akkor bebe -be dolgozgatok majd az indexnek. Igazából ez a közeg érdekelt, meg maga az index, meg uh, ez, ez a teljesen, a reklámmal, meg a reklám, meg az ügynökségi világa teljesen ellentétes attitűd, ez nagyon-nagyon vonzott, és szép lassan nem tudtam egyszerűen odaülni a tetrapakos dobozokhoz, meg a Michelin gumikhoz. Képtelen voltam fizikailag rágondolni, hogy, hogy azt kell vágnom, meg azt kell forgatnom, és akkor elkezdtem így kiszervezni ezt, megpróbálni ezt valahogy életben tartani a céget, mert pénzem, például onnan volt az index elég szarú fizetett. De és akkor eleinte. volt olyan időszak, amikor, amikor párhuzamosan ment a kettő, tehát egyszerűen még <laughs> forgattad a teljes dobozt, meg mellette már csináltad Pontosan. az index videókat. Így van, és szépen lassan elkopott a saját cég. Az első videód az a Mennyher készült videó volt, viszont az első forgatásod az egy március 15-ei esemény videó, még 2007-ből, és Igen. az ez elég puskaporos hangulata volt, hogyha, Igen. hogyha jól emlékszem erre, hogy az, arra az érzésre emlékszel, hogy előtte mondjuk forgatod a, a videót, és akkor utána egyszer csak ott találod magad egy forgatáson, ahol meg nem tudom, kövekkel dobálóznak, rohamrendőrök igen. vannak, és óriási felfordulás van a városban. Ez nagyjából igen egy időben történt. Igazából a menyus volt előbb, március 14-e, még nem is jártam az indexbe. Egyszerűen csak valakivel találkoztam, ez a horvát Balázs volt, meg a Kovács Ádám mondták, hogy mi vagyunk az Index videó robot, és akkor e, nincs -e kedvem egy forgatásba beugrani, és akkor ez volt a menyus, és akkor az egy egész napos forgatás volt, és talán rá egy nappal volt a március 15 -e, hogy nem megyünk-e még, még egyszer, és mondtam, hogy de, és akkor itt egy kamera, és mennyire a merre látsz. E, és voltál már hasonló helyzetben a kamerával nem, előtte? Nem, nem, tehát, hogy nem voltam se ü, ilyen, se utcán nem voltam, semmilyen ö, éles közéleti helyzetben nem voltam. <kül> hát az, az egész teljesen más, tehát hogy pont az, hogy ö, miközben ö, mondjuk egy ilyen Viagra reklámnál egyszerűen minden egyes szín, minden egyes pixel meg van tervezve előre, meg van rajzolva az ügynökséggel, a HR osztályjal, a marketing osztályos mindenkivel egyeztetve van, mindenki van csiszolva, tulajdonképpen egy megadott kommunikációt kell ö, vizuális formába öntened, és neked csak az a feladatod, hogy ez minél, ez a vizuális forma, ez minél hatásosabb legyen, minél csillogóbb legyen. Megérkeztem az indexbe, ahol azt mondták, hogy nem érdekel minket, hogy, mi, hogy homályos se, hogy ki van egy csiszolva, hogy jól hallatszik el, de hogy az, amit felveszel, az erős legyen. Tehát pont az volt, hogy az a tartalom, az a tartalomért lettem hirtelen felelős, az legyen erős, az üzenet legyen, és az az üzenet meg a tartalom rám volt hirtelen bízva több év ö, olyan munka után, ahol azt mondták, hogy a tartalomba, meg az üzenetbe nem szólhatsz bele, hiszen az a központból jön. Tehát egy, egy mindent felforgatott, és hát volt ez a március 15-e, és akkor ez 2007 március 15-e, és nem tudom, hogy kiemlékszik, ennek a címe egyébként az volt hogy Gyurcsány bácsi takarodj, ez volt a, a videó címe, és valóban repültek a macska kövek, a kuka az írókboltja előtt, a körúton leállt a, a, a forgalom, és, és tüntetők vizeltek a sinekre, konkrétan vadáztak az indexes újságírókra, menekülni kellett, utána a, a akkor még létező Sirály nevű helyen volt a szerkesztőségi, bázis, tehát egy ilyen felforgatott hangulatban, egy kocsma közepén ültek emberek, és a Szili Lacia jellegzetes koppácsolásával írta a cikket, meg elkezdtünk vágni, és hát igen, ez, ez behúzott, ez elképesztően izgalmas is volt, meg, meg egy nagyon más világ, és hogy az attitűdre visszatérjek, az is más, hogy az ügynökségi világ, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri meg a reklám világa, Hát azért az nem az őszintességről szól, e, gesztusaiban sem, az emberi kommunikációban sem, tehát a backstage-ben sem igazából a, az őszintességről szól, és ez nagyon-nagyon megfogott, nem csak az, hogy itt az üzenet meg a tartalom rám van bízva, hanem hogy ebben az indexes közekben mennyire számít az őszintesség, és, és, és nem lehet az ember modoros, megjátszott, hízelgő. Alakoskodó, nyilván ettől még voltak az indexben is alakoskodó emberek, de azzal azért nem lehetett felvágni, hogy valaki, valakinek simulékony a modora, és sok év simulékony modoroskodás után az is nagy hatással volt rám, hogy hirtelen nyelvileg, őszintességben, attitűdben mennyire mások ezek az emberek, akik közé csöppentem. És az, amit mondtál, hogy anyagilag ez inkább egy visszalépés volt, akkor az enneket kellett így agyalni, hogy hogy ezt nem tudom így valahogy számolgatni, hogy akkor Igen. hogy fogsz kijönni, vagy, vagy milyen következményekkel jár, akár a jövődre nézve, mert mondjuk van egy céged, amiben keresel, nem tudom, x pénzt, Igen. és akkor az lehet, hogy azt tud növekedni, és akkor átmész egy, hát egy akkor még, hát egy, nem tudom, közepes méretű internetes újsághoz, hát ahhoz képest, hogy mondjuk Igen. mekkora szerkesztőségek voltak már a, a printben, meg a tévében, meg nem tudom, a rádióban, hogy ez mondjuk milyen perspektívával jár neked hosszú távon. Ezt mennyire gondoltad át akkor? nem nagyon gondoltam át, nem vagyok különösebben tudatos pénzügyileg. Azt hamar láttam, hogy, hogy ez körülbelül, amit az indexnél keresek, a harmada annak, amit havonta kerestem a, az ügynökségnél, tehát ez így nem fog menni, ezt így láttam, de én mindig így ezeket a elnyomom ezeket a nyomasztó gondolatokat, amik az egzisztenciával kapcsolatosak és azt gondoltam, hogy folyamatosan majd kiegészítem ezt, a, ezt az indexes fizetést. És egy ideig ment is, és utána jött egy olyan egy másfél év ö, szűkös időszak, amikor mindig azt láttam, hogy 20-án elfogy a pénzem, és, és utána nagyon nehéz ö, időszak következik a, a hónapban. Az ilyen kölcsönkérések családi baráti vagy az, hogy kell elképzelni? Hát volt barátnőm is, ő is próbált pénzt szerezni, én is akkor megpróbáltam tényleg fussízni, köcsön kérni igen. Tehát hát egy ilyen kibekkelés volt. Nem pontosan emlékszem egyébként, hogy mi volt a megoldás, mindig más volt valószínűleg a megoldás, hogy hogy a vészeljük át a hónap utolsó harmadát, de aztán hamar elmúlt, mert az indexben elég gyorsan el úgy érzem, hogy fontos lettem, vagy nem tudom, elkezdték értékelni a munkámat, és fokozatosan elkezdték emelni úgy a fizetésemet, hogy, hogy nagyjából ki tudjam húzni. Nagyjából most tartok ott 16 év után, amennyit akkoriban kerestem a saját, amikor a saját cégem volt. Ugye 17. éve kezdtél az Indexben, Igen. hogyha mondjuk az akkori énedet megkérdeznénk arról, hogy mit szól ahhoz, ahol most tartasz, mit szól ahhoz el szerinted? Elégedetlennék, azt hiszem, elégedetlennék ezzel. Most visszamennénk a kezdeti indexes évekhez, úgyhogy akkor ebből fogunk megnézni egy rövid részletet. Oh, egy yeah. pontosággal próbáltuk meghatározni a Balaton Szent mozgás kultúráját. Szomorúan konstatáltuk, a klasszikus szeletelés kiment a díratból. Mennyire szoktad visszanézni egyébként a ilyen régebbi kezdeti munkáidat? Hát, változó. Hogy elém kerül, akkor van, hogy megnézem, de nem vagyok... Főleg a kezdeti munkákat azt azért nem úgy nézem, hogy nagy büszkeséggel. Uh -huh. Ugye 2007 és 2013 között dolgoztál az Indexnél, és olyan nagyobb anyagok kötődnek a nevethez, mint a Menyussal készült anyag, a Katinak a kipróbálása, a Magyar vagyok alkoholista sorozat és hát ugye a balaton videók, több is volt abban az időben, meg hát ugye a norbék a szigetem, Igen. ami egy elég emlékezetes videó maradt, hogy mi Igen. az, ami mondjuk ebből az időszakból szerintem a legjobban sikerült? Vagy ami úgy úgy elsőre eszedbe jut, hogy na az, az a jó volt? Ö, olyat fogok mondani, amit szerint, amit lehet, hogy nem is láttál és a nézők sem emlékeznek rá. Az egyik egy egy kétrészes sorozat, ami egy családot mutat be, akik vándorcirkuszként élik az életüket, és hogy hogy élnek kamionokba, állatok között, és hogy ez a nagyon különleges életforma, ez, 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 egy, ez a backstage-ben hogy néz ki, amikor faluról falura egy ilyen kis családi cirkusz, kígyókkal, kecskékkel, és hogyan gyakorolnak, hogyan lesz a lányból légtornász, a fiúból bűvész, a kislányból állati domár, és ez egy nagyon izgalmas forgatás is volt, és szerintem egy elég jól sikerült anyag. A másik, ami, ami, amit nagyon, amire szívesen gondolok vissza, az egy sorozat tulajdonképpen, ami azt, azt mutatja be, hogy a hogyan fogalmazzak. Akkoriban hozták azt a törvényt, ami, ami speciálisan büntette, hogyha valaki előítélet alapján követel erőszakot. És ezt elkezdték romák ellen alkalmazni a bíróságok. És erről készítettünk egy sorozatot, hogy hogyan bélyegezték magyar gyűlölőnek a romákat, akik sok helyen egyébként védekeztek, ez a magyar gárda időszaka volt, ez a roma gyilkosságok időszaka volt, és mondjuk kapával, kaszával kiálltak a falu végére, és a nem roma származású idegeneket elkezdték magyarként szidalmazni. És ezt a, hogy mondjam, ezt az ezt a bíróságok úgy értékelték, hogy rasszizmus, és nagyon sok romát nagyon súlyos börtönbüntetésre ítéltek. És akkor Miskolcra, meg egyéb helyekre, bíróságról bíróságra jártunk, és erről készítettünk egy sorozatot. Ez szerintem akkor. Akkor, akkor fontos volt, de szívesen emlékszem a Balaton videókra is, tehát ezzel nincsen bajom, a Katis videóra is, és a Magyar vagyok alkoholista, amit a Tamás Bence Gáspárral készítettünk, az is szerintem ő, vállalható tök oké, okay, vannak ennél sokkal kevésbé vállalható videók. Ugye a karrierednek az egyik fontos uh, állomása, az, ugye az, indexes időszaknak a lezárása, hogy ugye te is felmondtál 2013-ban, aminek, aminek, ugye az volt az előzménye, hogy a uh, 11-ben távozott Új Péter az indextől, uh, majd két évre rá egy uh, 11 ember mondott fel szintén egyszerre az indexnél, akik aztán néhány nyakkal kiegészülve megalapítottátok a néni négyet. et Igen. Hogy a, amikor te felmondtál az indexnél, az mennyire, mennyire volt neked egy dilemma, hogy te mennyire vagy maradjál? Igen nem volt dilemma. Tehát bennem az az érzés volt, hogy tudom, hogy pár ember tud csak kiválasztani új Péter, akiket át tud vinni az új helyre, vagy a Mészáros Zsófi és az új Péter, és, és, bár csak belekerülnék ebbe a pár emberbe, akit visznek. És, de nem számítottam különösebben rá, és én azt is gondolom, hogy az upp az nem is akart volna engem vinni, mert nem nagyon gondolta, hogy mozgóképes szekció is kéne egy ilyen kicsi laphoz a legelején, amire mindig azt gondolt, hogy túl bonyolult, túl lassú, túl sok embert viszel, és alapvetően őt akkoriban, meg most is az írott nyelv érdeklés az izgatja, és a, ez a, ezzel kapcsolatos munka vagy leginkább ez, most nem akarok itt a nevébe beszélni, én ezt éreztem legalábbis akkoriban, hogy neki nincs ott szüksége mozgóképre, de utána vagy a Magyari Peti, vagy a Mészáros Zsófi, vagy nem tudom, hogy kicsit de rávette, hogy azért egy-két mozgóképes arc is legyen benne ebbe a tizenpár emberbe. Tehát ebből a szempontból nem volt dilemma, akkor már azért évekkel korábban felállt az új Péter, tudtuk, hogy baj van, utána felállt a Kardos Gábor, Pontosan tudtuk, hogy Pár én nem voltam benne a vezetőségben, és nem voltam benne abba a csoportban, aki tervezte ezt a mentőhajót, ami, ami majd a Index, meg a Spéder karmaiból, meg a Simicska karmaiból kimenti az Indexeseket. Tehát én nem voltam ott ezeken a titkos gyűléseken, eh, ahol ezen gondolkodtak, gondolom, mert tényleg nem voltam ott. Így aztán nagy meglepetésként ért, hogy egyszer csak kaptam egy telefont az uptól, tól hogy leülnék hogy vele beszélni, eh, és rögtön Emlékszem, hogy mondtam a feleségemnek, a Bellának, hogy figyelj, nem tudom, hogy mi lesz. Azt se tudom, hogy mi lesz a fizetése, azt sem tudom, hogy hol leszünk, meg mint leszünk, és hogy ez egy nagy bizonytalanság. Akkor született az első gyerek, Samu. De mind a ketten azt mondtuk, hogy persze, tehát hogy nem volt dilemma. Tavaly volt tíz éves a négy, Mi az a három szó, amivel ezt a tíz évet jellemeznéd? Hát... Sok röhögés, sok sírás, és szerintem nagy fejlődés, meg sok szabadság, meg még mondhatok szavakat, hogyha. hogyha. Sok, sok minden kavarog ezzel kapcsolatban, az elmúlt tíz évvel kapcsolatban a fejemben, és ezen sokat is szoktam agyalni, ezért talán nem is tudok. Csak három szót mondani ezzel kapcsolatban. Uh -huh. Ugye most én a, arra a vonalra csatlakoznék rá, amit mondtál a végén, ez a sok fejlődés, hogy mm. amikor még elindult a 44-es, a kezdeti évek voltak, akkor még te még mindig azért nem annyira a közeleti fókuszú anyagokkal foglalkoztál, hanem, hanem sokkal inkább a. Ugye volt egy Jóló Világ nevű Balaton Szándos mm. Reality, ami, ami egy ilyen nagyot szólt, vagy egy ilyen mm. elég nagy innováció volt, egy ott volt a repháború, ami az Igen. egyik legnézettebb 44-es anyag is. Lehet, hogy hogy akkoriban neked az egy kifejezetten cél volt, hogy még előtte még az Indamedian jelentek mm. meg, vagy az Indavideón jelentek meg a, a tartalmak, ami nyilván egy sokkal szűkebb közönség volt, hogy átment a Néné négy, aminek ugye már a YouTube-on jelentek mm. meg a videói, hogy kifejezetten itt a fiatalokat, vagy egy más közönséget meg lehet szólítani? Nem. Egy, so soha nincs bennem ilyen tudatosság, hogy de jó lenne olyan típusú tartalommal, amivel utána, amiből építkezni lehet, meg amiből sok követőt, meg nem tudom mit, hanem ez tök véletlenül az 4, -4, 4 elindulása a videós és a social médiás robbanással egybeesett. Az Instagram indulásával, a youtuberek indulásával, a Facebookon megjelenő videó lehetőséggel, megjelentek az online celebek, Először abban az időszakban lett pont konkurenciája a közösségi média, a mainstream médiának, és hirtelen elképesztő mennyiségű híradás érkezett az ország minden területéről, ilyen gyerekszobákból, a rapperek a különböző kazincbarcikáról, barcikáról, Esztergomból, ugye Westergom, ahogy, ahogy ők mondják, szóval, hogy. És hát csak kapkodtam a fejemet, hogy. Hogy ez mind nem jelenik meg a fesztiválokon, hogy, ez, hogy milliós nézettsége van olyan zenészeknek, akikről nem is hallottam, akiket nem játszanak a rádiók, hogy van kulturálisan egy alternatív világ, ami ismeretlen számomra, ami sokkal többet mond ebből a szempontból arról, hogy milyen országban élünk, és valójában milyen ifjúsági kultúra vesz minket körül. És nem a, már nem a Music TV, meg a Viva TV világában, meg a kölyök idő világában vagyunk, és ez beszippantott, és ekkor kezdtem el a gyerekszobában készülő tartalmakkal foglalkozni, éreztem, hogy itt valami nagyon készül, és hát, ő, ez, Viszont a 444 olvasói egyébként nem voltak különösebben erre érzékenyek. Tehát azt láttam, hogy nagy sikere nincs egy ilyen közéleti fókuszú lapnál, annak, hogy repáború, meg, meg a. mit is csinálnak az Ask a ASCE a, a különböző tizenéves celebritások, milyen az mint vannak. Mert mint hogy azt, tehát ezek olyan videók, amik ilyen milliós a megtekintéseknél járnak, de mondjuk akkor a 444-en ní -ní magán az oldalon viszont az kevés embert mozgatott meg, mert kevesen kattintották, de a másikon meg jól meg. Ezt jelenti, igen. Ö, a villamoson oda jönnek hozzám, vagy oda jöttek akkoriban hozzám, és azt gondolták, hogy a 444 ní -ní egy YouTube csatorna, mert a, ez a generáció, ez ott követte a 444 a, a ní -ní nem tudtak róla, hogy van egy közéleti újság, amiben ez be van ágyazva. Ö, a, azok, akik meg az Új Péter, meg a Szili László, meg a Bedemártó, meg a Magyari Péter, meg Soroltán, Tamás Bence, Plankó Gergő miatt mentek a 444 re azok meg azt nézték, hogy mi ez a hülyeség. Miért foglalkozunk mi reperekkel, meg kis vloggerekkel, meg ászkefemesekkel, meg Facebook celebekkel. Én meg azt gondoltam, hogy ez fontos lesz egyszer, csak most, most azt gondolom, hogy ebből a szempontból talán igazam volt, hogy ez, ez, akkor egy jelentős médiatörténeti pillanat volt, meg a nyilvánosság átalakulásának egy fontos pillanata volt. Van egy emlékezetes videó, amiről külön is akarok veled egy kicsit beszélni. Mm. 1,7 millió megtekintésnél jár, ez a négy-négy második a videója. Nézzük meg ebből egy bejátszót. Én a Fideszre szavaztam. Hogyhogy? Hogy? Na, hogy. arra kellett. Ismer még más pártokat? Nem csak a Fideszt? Igen. milyen pártokat Ellen ismer még? Hát én másfél nem vagyok. Uh -huh. én, én, csak ügyel akarok. És kaptunk tavaly is 20 ezer forintot, nem másztunk. Be Aha, <hállal> Ugye ez a videó, ez a 2019-es EP választások napján készült, Igen. Csenyétén. És ez már a választás közben megjelent, Igen. valamikor délután, hogy az miért volt fontos, hogy az még aznap nap megjelenjenne, mondjuk másnap? Egyébként nem csak Csenyétén, hanem ott Cserehát környékén. Szakácsiba is volt. Így van, tehát több helyen jártunk. Ott. Nem volt fontos, nem volt ilyen koncepció, egyszerűen nagyon egyszerű a válasz. Budapesten teljesen tehetetlen egy videós újságíró napközben, amíg választások vannak, hogy odálljon különböző sorokhoz, hogy itt még ekkora a sor, ebben a választási irodában valaki rosszul lett, ott egy másik helyen leszakítottak valami plakátot, ilyeneket talán el lehet kapni, bár videós szempontból már ez is, hogy mondjam, egy nehéz feladat. Ö, egész nap tehetetlenek érzi magát az ember, és akkor ö, én szeretek ilyenkor beülni az autóba, és nem Budapesten maradni, hanem elmenni valahova, ahol meg, meg, meg tudjuk mutatni azoknak az olvasóinknak, akik ö, leginkább azért egyébként városiak és nagyvárosiak is, ezen belül is budapestiek, hogy az ország más részeiben hogy zajlik a választás, és nem csak csereháton voltunk, hanem én nem választáskor egy másik területet az ország más területét kinézem és akkor elmegyek oda és ott beszélgetek az emberekkel. Az Igen. autóban visszafelé ezt már nagyjából össze, összevágtam. Nem, nem volt ilyen szempont egyszerűen nagyon nehéz tartalmat adni amikor az emberek egész nap információra éhesek újságíróilag egy nehéz feladat, ilyenkor szokott ugye órákig török Gábor ülni, és nem létező adatokat elemezni különböző TV és azokból következtetéseket, rossz következtetéseket levonni, hiszen nem lehet jó következtetést levonni abból, hogy éppen hol hányan szavaznak, hogy hogy alakul a londoni szavazás, stb. stb. A, az exit -ok ekkor még nem jelennek meg, de ha megjelennek, akkor akkor is hibásak az előrejelzések, egyre rosszabbak. Tehát hogy egész nap kattintják az emberek az újságokat, információt akarnak, és akkor azt találtuk ki, hogy egy vidéki report. Hát az majd az még csak valamit mond az országról. Nem mondom, hogy a legjobban sikerült anyagom. Milyen egyébként. reakciókat kaptál rá? Hát egy, hogy van benne egy ilyen hibáztatás, hogy bezzek akkor a ö, ö, én most a Fidesz túlhatalmát, a vidéki emberek tudatlanságával akarom illusztrálni, ö, hogy ugye nem ismernek más pártot, mint a Fidesz. Én nem hiszem, hogy ez róluk mond ö, ö, de honestáló, vagy nem is tudom pejoratívat, hanem erről az országról, meg a demokráciánkról, hogy az országnak vannak részei, ahol nem ismernek más pártot, meg a ellenzéki pártokról mond sokkal inkább sokat, hogy mennyire nincsenek jelen egész <kül> térségekben ebben az országban annyira, hogy a nevüket sem ismerik. Én szerintem nincs ebben hibáztatás, felnőtt embereket szólítunk meg, akik önszántukból beszélnek, de van olyan vélemény, hogy nem média tudatos embereket kérdezgetni, az tulajdonképpen már felér az abuzálással, vagy valami fajta zaklatással, Akiket a nagy nyilvánosságnak kiteszünk, miközben nem ismerik a nyilvánosság működését. Szerintem ez is valami, ez is bizonyos szempontból lenézése az embereknek, azt mondani, hogy ők képtelenek a médiával bánni, meg az ő véleményük ne, nem releváns, csak stúdióban lévő professzionális beszélőfejek beszélhetnek a választásról. Ez szerintem nem igaz és itt nem torzítottunk a véleményükön, az álláspontjukon, a politikai tudatosságukon, de így sűrítve mégis kemény. És én is azt érzem, hogy ezen lehetett volna árnyalni, és hogyha nem ilyen septében csinálnánk, aznap készüljön el, menjen ki ö, nagyon gyorsan, mert valami tartalmat kell gyártani. Most már nem biztos, hogy így készíteném el, de tragikusnak nem gondolom a, a dolgot. De akkor mi az, amit másodszor csinálnál? Ö, 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 nem, egy tér, nem ennyire egy térségre ö, fókuszálnék, nem biztos, hogy csak a, tényleg az ország legszegényebb településeire fókuszálnék itt. Ö, egyszerűen nagyobb lenne a szórás felmentem volna, valamit ellenpontoztam volna ebben az egészben, felmenni a rózsadomra, és ott is körbe kérdezgetni, most mondtam egy ötletet, és azzal összevágni a dolgot olyanokkal is beszélni, akik olyan politikai helyi politikai vezetőkkel is beszélni, hogy az ellenzéki pártokat is, akik a térségért felelnek, megkeresni, és azt mondani, hogy ha-hó, miért nem tudják a nevedet se, ebben és ebben és ebben a faluban. Szóval, hogy sokféleképpen lehetne ezt árnyalni és többet mondani arról, hogy miért alakult így a magyar demokrácia, ahogy alakult. És annak, hogy még ez a videó egy el 1,7 millió megtekintést, ahhoz te hogyan viszonyulsz? Egy ideig rosszul viszonyultam hozzá picit, de azért tudomásul veszem, hogy nem a legnézettebb anyagok a legjobb anyagok. Tehát, hogy ez egy evidencia ezt minden évben elkészítjük, hogy mi volt a tíz legnézettebb videó, és általában bele szoktam írni, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy mik a legjobb anyagaink. A másik dolog, hogy a 444 felületén ezzel -e párhuzamosan még 55 anyag árnyalta, hogy hogy néz ki egy ország. Nem lehet ráhúzni egyetlen egy anyagra, hogy abban legyen benne minden a magyar demokráciáról és erről a választásról. a 444 együtt ad ki egy képet, és, 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 még számtalan ember dolgozott azon, hogy a választás előtt és a választás után hogy magyarázatot adjunk arra, hogy miért lett egy, a Fiatal Demokraták Szövetségéből állampárt. És ezt így önmagában nézve egy picit erős, mondom, nem, szeretem, nem ezt szeretem a legjobban az anyagaim közül, még a választási riportok közül sem ezt szeretem a legjobban, de szerintem ott a négy oldalán volt helye és ez körül volt rakva, igenis nagyon igényesen kidolgozott, és a képet szélesítő anyagokkal. Ugye te nem csak újságíróként vagy látható, hanem családapaként is. Hét évvel hmm. az ezelőtt például abból is készítettél egy anyagot, hogy 24 óráig otthon maradtál a két gyerekkel, ahogy ott fogalmazol családanyának hmm. által. Most ebből megnézzünk egy rövid részletet. Új, mit műveltél? Fúj! Samu! Ezt miért szortad ki földre is? Aj. Ki fogja föltakarítani? Ugye ez egy 7 évvel ezelőtti videó, itt mennyire volt az dilemma, hogy mondjuk egy ilyen széles nyilvánosságban megmutatod a gyerekeidet? Sokkal inkább utána lett dilemma. Hát ebből is látszik, hogy egy sokkal barátságosabb nyilvánosságban és média közegben éltünk akkoriban, mert nem nagyon fordult meg a fejünkben, hogy ez ne férne bele. És hogy ez egy támadási felület lehet a családdal szemben, meg hogy... Ö, ö, és akkoriban az sem volt ilyen szigorú, hogy gyerekeket nem lehet a médiában a saját hozzájárulásuk nélkül, mert nyilván hozzájárultak, de hát egy ö, három éves gyerek nem tudja, hogy mihez járul hozzá, a jaka meg egy éves volt. Megkérdeztet, hogy akkor... Há persze, hát ezt együtt készítettük, tehát hogy a, a Samu is volt, hogy fogta a kamerát, ő, meg a Bellával nyilván ezt, sőt, a Bellával együtt találtuk ki a feleségemmel. Szerintem ő mondott valamit azzal a kapcsolatban, hogy, hogy valaki lemérte, hogy hány kilométert megy ő, és hány kilométert megy a felesége, és valaki, aki fizikai munkát végzett, és az jött ki, hogy a felesége otthon többet rohangál a gyerekek után, és kilométerbe többet nyom le, mint akár egy fizikai munkával foglalkozó ember a munkahelyén, miközben azt képzeljük, hogy a férfiak végzik a munkájukat, és egy vagy gyeden lévő anyuka meg hát csak otthon néha megeteti a gyereket, és ennyi, és pont azt szerettük volna bemutatni, hogy, hogy, hogy hát ez egyáltalán nem így néz ki, és a feleségemben is láttam, aki ekkoriban talán már visszament dolgozni, de lehet, hogy még nem, láttam, hogy, hogy, hogy elképesztően megterhelő két ilyenkorban lévő intézményben nem járó, mert hogy itt nyár van, gyereket elfoglalni, megetetni, játszótére vinni. De nyilván kétféle dilemma volt magyarul, hogy ők ehhez nem tudnak hozzájárulni, tehát, hogy ők még nem tudnak azzal kapcsolatban. Kicsit hasonló egyébként, mint a 120 centi töményerőszak dilemmája, kicsit hasonló, mint a ö, csereháton forgatott, vagy a csenyétén forgatott videó dilemmája, hogy ki az, aki annyira médiatudatos, hogy tudja, hogy mivel jár ez a, ez a dolog. Szóval, hogy ö, volt dilemma, azóta sokkal barátságtalanabb körülöttem az ország meg a nyilvánosság, azóta volt még egyszer, amikor a Samu egyébként videót készített a karanténban ő magáról, az a megállapodásunk, hogy szólnak eléggé tudatosak már, ismerik ezeket a videókat, Samu nagyon sokszor megnézte egyébként ezt a videót együtt az osztálytársaival, amikor éppen tanítási lazítás volt, akkor az általános iskolában rendszeresen megnézzük meg a Samu videókat, és akkor a, a, a Samu egyelőre büszke ezekre az anyagokra, de amikor szólni fog, hogy vagy szembesít azzal, hogy ez így nem oké, okay, akkor, akkor majd leszedjük őket. Azt azért tudni kell, hogy mi egy videós család vagyunk. Tehát mi a Samu most az iskolában, ő most kezdett új iskolát, az első projektje egy videókészítés volt, ő maga az osztálytársaival videót, az unoka testvéreivel rendszeresen videót forgatnak, az általános iskolai, meg az óvodás barátaival van egy film sorozatuk, amikor együtt találkoznak. Tehát mi videózunk, egy kicsit úgy fogjuk fel, hogy ezt együtt csináljuk, ők a 444-jel együtt élnek, kicsit benne élnek a 444-ben, kicsit ettől az egész család magáinak is érzi a 444-et, de van bennem dilemma, van bennem szorongás, hogy ez okoz-e károkat, és erről sokat beszélgetünk. És a második videója, ami a karantérról szólt, amit szintén érdemes szerintem megnézni, mert ott is nagyon érdekes egy ilyen elsős általános iskolás szempontjából a világot megismerni. Ott volt olyan jelenet, amit kért, hogy vágjunk ki. Ő készítette, meg ő vette föl, mert az egészet ő forgatta, de mondta, hogy ez ciki. És mondtam, Samu, meg mindig elmondjuk, Samu, ha valami, akkor ezt az egészet cikinek érzed, akkor szóljál és, és akkor eltüntetjük. Már amennyire az internetről el És akkor van olyan, mondhatod, hogy ilyen videós család vagytok, hogy mondjuk te vágod a saját anyagodat <laughs> otthon, és akkor oda ő melléd a nagyobbik gyereked, <laughs> és akkor ő már azt nézi, vagy elles tőled, vagy ő mond akár valamit, hogy ott nem tudom, hát foter az hangban nem, az igazi. Ö, van, hogy kérdeznek, meg megnézik a Maguktól, hát van nekik mindenféle kütyűjük, és maguktól is szoktak néni es meg az én videóimat, a régieket is nézni. Van, amit egyébként nyilván elképesztően unnak, mert hogy közéletről, meg politikáról szól, bár hát ők az elmúlt tíz évük az politikáról is szól, tehát ők, ahogy engem a nagyanyám vasárnapont a templomba rángatott, ők tüntetéseken nőttek föl, vagy azért, mert forgatok, vagy azért, mert az iskolájukért kell tüntetni. Szóval igen, a Samu nagyon gyorsan megtanult vágni, és a telefonján tud vágni, és, és ad ötleteket egyébként. Nyilván olyan ötleteket, amiket lát más youtuberektől, hogy figyelj, apa, ezt már nem így csinálják. És te hanem valamit úgy. már ebből megfogadtál? Vagy használtad, vagy valamilyen szinten inspirált? amiket mutogatnak, hogy nézem meg, hogy a Mr. Beast mit, mit művelt, vagy nézem meg, hogy a Sajt 32 milyen videót vágott, meg nézem meg, hogy ez milyen poén, amikor be van vágva ez a mém, ez a robbanás, ez a hangeffekt, és van, ami érdeklődés se figyel, mert inkább ezt mondanám, ezt nem mondanám, hogy, 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 hogy átvettem. Tehát most nézem, hogy, hogy például azok a youtuberek, meg gémerek, azok, amikor nagyon fel akarják hívni a magukra a figyelmet, akkor eltorzítják a hangot, mint hogyha így szét lenne roncsolódva, és ilyen háromszoros hangerővel beleüvöltenek, és így ébresztik föl, meg tartják fönt a figyelmet, ideg bajt kapok, hogy miközben én olvasni, vagy dolgozni próbálok, vagy telefonálok, a közben a legváratlanabb pillanatban sajt 32 fejhangon elkezd üvölteni. Egy témánk van még, ehhez pedig meg fogunk nézni a bejátszót. Azt hiszem, hogy egész életemben kisebbségben fogok élni ebben az országban, és én nagyon szeretek ebben az országban élni, de soha nem vágyom arra, hogy a többség az én véleményemben legyen. Az nekem fura is lenne. Én tudom, hogy egy olyan annyira ismerem ennek az országnak a történelmét, meg, meg ismerem szerintem ennek az országnak a kultúráját, hogy én itt mindig kisebbségben leszek. Mármint az én és a hozzám hasonló emberek. Most hogyan érzed magad ebben az országban? Hát a kettős érzésem van ezzel az országgal kapcsolatban. Egyre kevésbé érzem, hogy a magyar állam hozzám tartozik. Egyre inkább azt érzem, hogy egy államon kívüli világot kell létrehoznunk a saját kisebbségben lévő közösségünkkel, a feleségemmel, a családommal ki kell vennünk a gyerekeket az állami oktatásból, az borzalmas, mert én állami iskolába akartam járatni a gyerekeket, magán egészségügyi ellátásra kell félretenni, egyszerűen nem tudunk közlekedni a mávon, tehát mindenre, amire befizetjük az adónkat, és ráadásul sokszor azt is érzem, hogy ez az állam, Ellenem fordul, és ellenem dolgozik. És hogy a legnagyobb ellenségem sokszor a maga a magyar állam. Akinek van gyereke és iskolába járatja az elmúlt időszakban, azt tudja, hogy miről beszélek. És ezt az elmúlt időszakban extrém módon éreztük, amikor a Samut is végül ki kellett venni egy állami iskolából, mert olyan pokoli körülmények alakultak ki. És itt nem csak az van, tanár tanárhiány, tehát a tanárhiány egy csomó mindent a közösség felbomlásával, a közösségi érzet elvesztésével, a közös élmények, a gyerekkor szétroncsolásával, egy ilyen legyek ura hangulattal, egymás ellenfordulással, bullyinggal, verekedéssel. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy az, amikor az állam nem látja el a feladatát, az nem csak az, hogy a két meg az egy nem tudja a gyerek, hanem az roncsolja a következő generációnak úgy, ahogy van a, közösségbe való hitét, meg a beilleszkedő képességét. Szóval, hogy ezzel az például, de ez csak az iskola, de hát beszélhetnénk a a, a a többi állami funkcióról. És hát az, hogy engem, meg az én barátaimat, meg azok, akiket én tisztességes embereknek tartok, azokat folyton ez az állam megpróbálja kitaszítani ebből a közösségből, tehát Amiről beszéltünk itt, külföldről finanszírozott, ami jó, le, ugye régen, nagyapám ezt még úgy kapta meg, hogy zsidó bérenc, ez most már a külföldről finanszírozott, ez annak a szinonimája, meg, meg, meg CIA ügynöközik az embert, meg, meg, meg azt akarják sugalni, sőt azt mondják róla, hogy zsoldos. Ezek engem nagyon felbosszantanak, nagyon bántanak, és dacossá tesznek, nem érzem ettől jól magam. De párhuzamosan egyre jobban kötődöm a magyar kultúrához érdekes módon. Tehát, hogy valami a dacból kifolyólag, meg egyre inkább a magyar emberekhez, meg a magyar kultúrához való kötöttségem, amit azért én a szüleimtől erősen tehát egy erős csomagot kaptam, ők azért irodalmárok, irodalomtörténészek, nyelvészek, ők az egész életüket a magyar kultúrának szentelték. Szóval, hogy én azt kaptam, és ezt most egyre fontosabbnak érzem közben, miközben párhuzamosan a magyar országot, mint államot egyre inkább az ellenségemnek érzem. És az, hogy egyre inkább mondjuk válsz le, vagy váltok le a magyar államról, az, az, az felszokott benned merülni, hogy akár mondjuk külföldön lehet, hogy könnyebb lenne az élet, jobb lenne az iskola, jobb lenne az egészségügy. Lehet, hogy az újságírás mondjuk így ebben a formában nem tudnád csinálni, mondjuk, tudom, Ausztriában, de közben meg a közszolgáltatások miatt, meg lehet, hogy ott jobb lenne. Vagy nem is feltétlenül magad miatt, hanem a gyerekek miatt. Hát érdekes módon mi erről, a, amikor a Bellával beszélünk, akkor egyre inkább azt érezzük, hogy ezt egyre kevésbé tudjuk elképzelni. Az én egyik legjobb barátom New Yorkban él már tíz éve, az Illés Etele, aki rajzolta egyébként az indexet anno és a 444-et is ő rajzolta. Én látom rajta, hogy ő ott milyen boldog New Yorkban, ő mint grafikus, és hogy milyen erős a honvágya, és hogy mennyire fejben, szívben, lélekben félig itt éli az életét. Én nem szeretném nem szeretnék idegenből visszanézni, hogy mi zajlik a hazámban. Úgy érezném, mintha nézővé válnék a saját életemben, és nem élném a saját életemet. Nekünk itt kell élnünk-halnunk, és, és hát természetesen a fehér Oroszország és a putinizmus felé tartó úton lehet olyan államás, amikor el kell innen menni fokozódhat a, a hazárulás és az ügynökség vágyja valami olyanná, és ezt el is tudom képzelni, hogy el kell innen menni, de nagyon-nagyon-nagyon nagyon nem szeretném elhagyni a hazámat. Te újságíróként miben bízol a jövőt illetően? Ugye van egy olyan helyzet, hogy van egy kétharmados hatalom, ami 14 éve folyamatosan lép újra és újra egyet előre, hogy a kritikus és tőle független hangokat uh, tudom, elfolytsa. Uh, meg mellette meg ugye ott van az, hogy a nagy tech cégek pedig folyamatosan tudom, szívják el az erőforrásokat, a figyelmet, a, ja. a, a mindent. Hogy ebben a helyzetben mondjuk egy újságíró miben bízhat? Ö, hát olyanokban bízhat például, hogy azért ez akkor is ez egy nagyon konfliktusos időszak és egy nagyon érdekes világ éppen újságíróilag. Ö, és akkor nekünk feladatunk van. Tehát, hogy téma lesz, és van, van bárakozás arra, hogy mi mit mondunk a világról, meg mit mutatunk meg a világból. És ez egy fontos feladat, meg egy jó érzés. Ebben lehet bízni, hogy ez tovább visz. A másik, hogy nagyapáim is szörnyű magyar rendszerekben élték le az egész életüket volt olyan, amikor az államot nem is ellenségnek tekintették, hanem halálos ellenségnek, és megpróbálta a magyar állam kiirtani őket, abban is le tudták Magyarországon élni az életüket. Nem kell nekem egy olyan országban élnem, aminek a többsége, ahogy itt is mondtam, velem jön, ki kell harcolnom, hogy nekem is legyen itt szavam, életem, lehetőségem, és ezt a, azt látom magam előtt, hogy ebben az ellenállásban nem szabad kompromisszumot kötni, és úgy kell leélni az életet, hogy, hogy ellenáll az ember, hogy, és nem törik meg. Abban nem bízom, hogy meg fog változni Magyarország, és és egy szabadabb, kevésbé gyűlöletes, kevésbé sok szégyennel teli engem, sokkal jobban megvisel a gyűlöletnél, meg a közbeszéd állapotánál a szégyen érzet, amit érzek az ukránok, a menekültek, stb. stb. felé, a szövetségesek felé, stb. stb. Szóval, hogy ezzel a szégyennel kell megbirkózni, és közben ne járjak úgy, mint egy csomóan körülöttem, ahogy szép, lassan megroppan a gerincük. Elsdánél, köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Én köszönöm a lehetőséget, meg a meghívást. Akkor tudunk ilyen hosszú interjúkat készíteni, hogyha minél többen, lehetőleg rendszeresen támogattok minket. És persze, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra is.